Többek között Bonyhádon, a Fáji lakótelepen lévő posta is újra nyitott a napokban, november 12-től. 3-ból 2-nél szünetelt a szolgáltatás a településen a Magyar Posta határozata alapján. A város önkormányzata 35 millió forintot meghaladó támogatásról döntött annak érdekében, hogy január 2-án ismét kinyithasson a szolgáltató. A körzet lakói egytől egyig pozitívan fogadták a döntést. Én nagyon örülök neki, mert ugye innen a másik posta sokkal távolabb van, tehát szerintem mindenki örül ennek a dolognak. Van, aki azt mondja, hogy az idősebb korosztály sokkal nehezebben tudott eljutni a város távolabbi részén található postára. És ez közelebb van, hát lent kint az utcán állni sorvált. Eddig szerencsém volt, egyszer kellett menni, és simán bejutottam, de sűrűn az nem jó. Nagyon örülök neki. És nem kell lemenni olyan messzire, és a másik, én nagyon szeretem ezt a kiszolgálást, mert gyorsan, nem kell sokat várni. Én nagyon örülök neki. Dombóváron is a decemberi testületi ülésen határoztak a képviselők az új dombóvári posta kinyitásának támogatásáról. Végül az önkormányzat átvállalta a működési költségek felét, így a lakosok januártól újra igénybe tudják venni a szolgáltatást az érintett városrészben. A helyiek örültek a döntésnek, ugyanis sokan már a környező településekre jártak ügyet intézni. Egyszerű volt, úgyis járok arra, akkor egyszer is, ott nem volt senki se, nem kellett várni, mint... Magamat még nem is féltettem, hogy mind a nyugdíjasokat, öregeket, akiknek bejárkálni a városba, vagy valakit beküldeni. Szóval szerintem ez nagyon jó volt. Nagy postán ott téboly sorok álltak, úgyhogy vidékre jártunk befizetni. Úgy volt egyszerűbb. A Magyar Posta még október végén jelentette be, hogy ideiglenesen szünetelteti 210 településen 366 postahivatal működését a háború és a szankciók okozta válság az energiaárak radikális emelkedése miatt. Azonban a társaság az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján 32 településen 45 posta szüneteltetését oldotta fel, tehát az érintett szolgáltató helyek január 2-án újra kinyithattak.